Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, mennyi jót tett veled. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, valóban nem tudjuk elsorolni azt a sok jót, amit ebben az évben tettél velünk. Bocsáss meg, hogy olyan hamar elfelejtjük a te csoda dolgaidat, meg nem érdemelt ajándékaidat, azt a sok szabadítást, sok igét, a te végtelen türelmedet, amivel hordoztál minket, a meghallgatott imádságokat, a testvéreket, akiket a legjobbkor rendeltél mellénk, vagy a te kegyelmedet, hogyha minket állítottál testvérül mások mellé, és rajtunk keresztül a te szereteted érkezhetett meg másokhoz. Dicsőítünk téged minden jóért, valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék te tőled való. És olyan sok tökéletes ajándékot készítettél nekünk erre az elmúló esztendőre. Néked köszönjük meg a próbatételeket, a veszteségeket is. Megvalljuk, Urunk, hogy ez sokkal inkább nehezünkre esik. Megszoktuk, hogy a próbákban lázadni illik, és a veszteségek miatt panaszkodni kell. De áldunk azért, ha megtanítottad nekünk, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat szolgálja. Köszönjük, ha így tudtok elfogadni tőled ennek az évnek a nehézségeit is. Köszönjük, ha így hordozzuk most is a terheket. Köszönjük, ha ezzel a bizonyossággal állunk előtted, hogy bármilyen nehézségen, küzdelmen, veszedelmen vittél is át, s bármilyen nehéz helyzetben vagyunk is most, az feltétlenül a javunkra lesz, ha téged szeretünk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hozzád igaz szeretettel ragaszkodni. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan sokszor elmentünk szó nélkül a te áldásaid mellett, és olyan sokszor csak a keserű lázadásig jutottunk a próbákban. Kérünk, hogy nyisd ki a mi szemünket most, és töltsd meg a mi szívünket hálával. Hadd lássuk a te nagy tetteidet, és hadd teremje meg ajkunk a hálának gyümölcsét. És indíts a te szent lelkeddel őszinte bűnbánata is, hogy mindazt, amivel megbántottunk téged vagy másokat, őszintén nevén tudjuk ma este nevezni. És hadd legyünk bizonyosak abban, hogy ha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátott bűneinket, és megtisztítasz minket minden hamisságtól. Urunk, sok ajándékot adtál nekünk az idén, és ma este mégis újabbat kérünk. Kérjük most a te szentséges jelenlétedet, kérjük, hogy engedj oda minket Jézus érdeméért közel magadhoz, kérjük a te világosságot támasztó igédet, kérünk tőled olyan igét, amelyik hitet teremt a mi hitetlen szívünkbe, vagy megerősíti a mi pislákoló hitünket. Kérjük azt, hogy veled hadd legyen itt most találkozásunk. Így szeretnénk elbúcsúzni ettől az évtől, és tovább lépni, és menni azon az úton, amit te készítettél nekünk, addig, amíg itt akarsz tartani minket a földön. Adj nekünk ehhez ma világosságot, útmutatást, önmagadat. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Lukács írása szerinti evangélium 17. részének 11-től 19-ig terjedő verseiben van megírva. Lukács evangélium a 17. részének 11. és következő verseiből. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és hangosan dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: nem 10 tisztultak meg?
Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És azt mondta az Úr, kelj föl, menj el, a te hited megtartott téged. Kedves testvérek, ezen az igén keresztül Isten ma este azt kérdezi mindannyiunktól, hogy milyen lélekkel ülünk most itt. Olyannal-e, amilyennel ez a kilenc meggyógyult leprás sietett haza, vagy olyannal, amilyennel a tizedik visszament Jézushoz. Talán jobb ezt ma ennyire személyesen kérdezni, kik közé tartozol? Azok közéje, akik ma este bizonyos tisztelettel gondolnak Istenre, hogy megengedte élniük ezt a napot is, de aztán mennek tovább az útjukon, elmúlt ez az év is, elég nehéz volt, jöhet a következő, ki tudja, az könnyebb lesz-e? Vagy pedig azok közé tartozol, akik ide is úgy jöttek, hogy bármilyenek a körülményeik, tele van a szívük Isten iránti hálával, dicsőíteni akarják őt, és innen is úgy mennek haza, hogy otthon folytatják a hálaadást és a dicséretmondást, a szilveszteri kabaré helyett elsorolják Isten nagy tetteit, amiket ebben az esztendőben cselekedett velük, az ő drága üzeneteit, amiket az idén engedett megérteniük, vállalják őt, és dicsőséget adnak neki ezzel is, a család nem hívő tagjai előtt, és a nem hívő barátaik előtt is, azzal, hogy nem így beszélnek, hogy ezt is megúsztuk, hanem úgy, hogy ebből is megszabadított az Úr, folyamatosan, csöndesen őre jámutatnak, vele vannak tele, és amikor a próbáikat, nehézségeiket sorolják, akkor is tudják őt áldani és magasztalni, és talán a szó szoros értelmében is azt teszik, amit ez a tizedik meggyógyított, hogy leborulnak előtte, és így mennek át a következő esztendőbe. Akiben ez a lelkület van, és aki így óhajtja a ma estét és éjszakát eltölteni, az az Isten közelség felemelő és megtisztító csodáját éli majd át, mert Jézussal igazában a tíz közül csak ez az egy találkozott, aki visszatért, leborult előtte, és hálákat adott neki. Az tehát az ige kérdése most hozzánk, hogy hogyan ülünk itt? A kilenc közé tartozol-e, vagy pedig az egy mellé állsz? A kevesekhez, akik tudják, hogy kivel van dolguk. Akik nem csak a mestert, a tanítót látják a názáreti Jézusban, hanem felismerték benne az Isten fiát. Akik nem csak alkalmi segítséget igényelnek tőle kisebb-nagyobb bajaikban, hanem akik azt a nagy szabadulást fogadták el tőle, amit ő hozott, és amit a kereszten szerzett meg nekünk. Isten azt akarja ma testvér, hogy adj dicsőséget az Istennek. Te, aki egész éven át a magad dicsőségét kerested talán, ma este még leborulhatsz előtte, és újra ember lehetsz olyan értelemben, hogy az Istentől kapott ős eredeti küldetésedet teljesítheted, egyértelműen, tisztán, szépen dicsőítheted őt, mindazért, amit ő cselekedett és mondott. Isten ma este azt akarja, hogy ha még nem történt volna meg, akkor lépj át a kilenc közül az egy mellé. A sokaságból a kevesek közé, azok közé, akik látják a valóságot, akik ismerik az Istent, akik észreveszik az ő tetteit, és akik tudják őt magasztalni az ő nagyságos dolgaiért. Adj dicsőséget az Istennek, mint ez a tizedik. Ez az Isten akarata. Ezt a meghívást kell ma este átadnom a gyülekezetnek, lépj át a kilenc közül az egy mellé. Ez a mai igehirdetés summája. És most nézzük meg közelebből is, mi is történt itt, ahogy ezt olvastuk a Szentírásban. Jézus Galileából Jeruzsálembe tart, északról délre, és Galilea és Samária határán egyszer csak nagy kiáltozása lesz figyelmes. 10 leprás férfi kiabál, tisztes távolban megállva,
úgy, ahogy az előírások ezt megkövetelték, és ezt mondja, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. A közösségből ők ki voltak zárva, meg volt szabva, hogy mennyire volt szabad megközelíteniük az egészségeseket, messziről kiáltaniuk kellett már, hogy tisztátalan, tisztátalan, nehogy tovább terjedjen a fertőző betegség. Jézus válasza mindössze ennyi, menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. Abban az időben a papok töltötték be a tiszti főorvos szerepét, ők állapították meg, hogy valaki fertőző beteg, illetve hogy meggyógyult, és ismét közösségbe mehet. Amíg odaértek, mind a 10 meggyógyultak. Megkapják a hatósági igazolást, és a 10 közül 9 boldogan fut haza, meggyógyulva egészségesen. Erről a 10-ről olvastuk, hogy egyikük azonban, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és hangosan dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Istent magasztalja hangosan, Jézus előtt úgy borul le, hogy az a tisztelet csak Istent illette meg, és akkor Jézus csak vele beszélget. A hitét teszi szóvá. A te hited megtartott téged. Egy szépen csengő, alliteráló mondat emeli ki az ősi szövegben, hogy Jézus milyen fontosnak tartja itt ennek az embernek a hitét. Csak az ő hitéről beszél. A másik 9-nek nem lett volna? Vagy az nem igazi? Minden esetben neki olyan hite volt, ami őt megtartotta. Az a szó, ami itt szerepel, jelöli a Bibliában az üdvösséget is. Sokkal többről van itt szó, mint egy súlyos betegségből való gyógyulásról. Jézus a szabadulásról, az üdvösségről beszél ennek az embernek. És így mondja neki, hogy menj el, a te hited megtartott téged. Zárójelben megjegyzi az evangélista, hogy ez az egy pedig samáriai volt. Miért fontos ez? Azért, mert samáriai lévén nem tartozott bele az Isten szövetséges népének a közösségébe. Tehát neki semmi köze nem volt Istenhez és az ő messiásához, Jézushoz. És Jézus azt mondja, nem így van. Több közöd van hozzám, mint a másik 9-nek. Milyen jogon? A hitnek a jogán. Ez az egy találkozott igazában Jézussal. Ha figyelmesen olvassuk ezt a történetet, akkor 3 csoport körvonalai rajzolódnak ki előttünk. Ennél sokkal több leprás élt akkor Izraelben. Sokan voltak, akik nem is hallottak Jézusról. Egyedül hordozták betegségük terhét, ami előbb-utóbb aztán végzett velük. Ennek a 10-nek megadatott, hogy találkozzanak vele. Nem ismerték őt, ez mutatja, hogy mesternek szólítják. Nem tudták, hogy ő az Isten teljhatalmú képviselője, felkentje, ő a messiás, a Krisztus, de hallották, hogy gyógyít betegeket, és tisztes távolból segítséget kértek tőle. Ezt meg is kapták, és boldogan futottak a kapott ajándékkal. Ez a második csoport. És a harmadik, ez az egy, aki mikor látja, hogy meggyógyult, visszamegy Jézushoz. Most már nem tisztes távolból kiabál, hanem a közvetlen közelében leborul előtte. Nincs már semmi, ami őt távol tartaná Jézustól. Jézus elvette az életéből azt, ami miatt nem mehetett közel másokhoz, és így ő hozzá sem. És az, hogy leborul előtte, valami nagy felismerést fejez ki. Felismeri benne az Isten fiát. Leborulni, így leborulni és imádkozni, csak az Istenhez szabad. És csak ő hozzá szokott akkor mindenki. És ő vállalja a nyilvánosság előtt is, hogy az akkor már üldözött, sőt körözött názáreti mester az Isten fia. Benne az Istennel találkozott ez az ember. És így hall Jézustól személyére szóló kedves biztatást és világos parancsot. Párbeszéd alakul itt ki.
Kelj föl, menj el, a te hited megtartott téged. Átéli az Isten közelség nagyszerű voltát, átéli a szent jelenlétét, ennek a megtisztító és fölemelő erejét. Mérhetetlenül többet kapott ő itt, mint egy súlyos betegségből való gyógyulást. Nem csak a teste, a lelke is meggyógyult. Találkozott Jézusban a szabadító Istennel. De ő vele találkoznia csak annak lehet, aki így visszamegy, hálákat ad, és leborulva imádja őt. A 10 közül ez az egy éli át azt, hogy az ajándékozó mérhetetlenül nagyobb, mint bármely ajándéka, vagy ajándékainak összessége. És erre a felismerésre csak ebben a hódoló, dicsőítő hálaadásban juthat el az ember. Úgy gondolom, hogy az emberek ma is erre a három csoportra oszlanak. Vannak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak tudni Jézusról. Egyedül hordozzák a terheiket, a sorsukat, a betegségüket, bűneiknek iszonyatos terhét, amely előbb-utóbb végez velük. Aztán vannak, akik tisztes távolból kiáltanak hozzá, különös baj esetén. Hallottak már róla valamit, mint ez a 10 leprás, nem ismerik még őt, de alkalmi segítséget szívesen elfogadnak tőle. És úgy tűnik, hogy kapnak is. Szorosabb kapcsolatba, személyes ismerettségbe azonban nem óhajtanak Jézussal kerülni. Az ajándékkal elfutnak. És vannak ma is, akik így, mint ez a 10., visszamennek, leborulnak előtte, és hálákat adnak neki. Vannak ma is, akiknek nem csak az ajándék kell, hanem az ajándékozó maga. Vannak ma is, akik Jézust nem csak azért szeretik, mert sok mindent kapni lehet tőle, hanem azért, mert ő van. Őt magát szeretik. Ezek az emberek már nem csak egy-egy bajukból akarnak szabadulni, ezek az emberek a bajból, a bűnből akarnak szabadulni. Ezek az emberek felismerték, hogy a názáreti Jézus az Isten fia, akié ma is minden hatalom menjen és földön. És éppen ezért életükben Jézus Krisztus az első helyre került. És Jézus ezeket nevezi hívőknek. A te hited megtartott téged, ezt ennek az egynek mondja. Ezeket már nem választják el a bűneik többé a szenttől, mert azok a teljes bocsánatot kaptak Jézus kereszt haláláért és az ő érdeméért. Ezeket az embereket az ő hitük, legyen az bármilyen erőtlen, vagy kicsiny hit is, Isten gyermekeivé tette. És ez egyebek között abban is kifejezésre jut, hogy szenvedélyesen keresik az ő urukkal való közösséget. Ha a 9 nem megy velük, akkor egyedül mennek oda Jézushoz. Még szilveszter éjszakáján is. Ha szakítaniuk kell, inkább a 9-el szakítanak, mint hogy Jézustól válassza el őket bármi vagy bárki. Nekik az élet már Krisztus. És ezért minden nyereség. Minden előbe viszi és meggazdagítja őket. Ők tudják dicsőíteni az Istent, nekik mindennél értékesebb az, hogy beszél velük az Isten, nekik nem unalmas foglalkozás az imádkozás, és ők csak akkor állnak föl, hogyha az ő uruk azt mondja, hogy kelj föl és menj el. De akkor oda mennek, ahova ő küldi őket. És ahova ő küldi őket, oda mindig el is kíséri, és ezért soha nincsenek egyedül. Teljesen magukra hagyatva sincsenek egyedül.
és ezért mindig az övéké az élet teljessége, aki nekik egy személy lett, az élő Jézus Krisztus. Ezeket nevezi a Biblia hívőknek. És így kérdezi Isten igéje ma este tőled, hogy te melyik csoportba tartozol? Talán még mindig azok közé, akik egyedül hordozzák a terheiket. Tiszteletreméltó hősiességgel nekifeszülnek minden nap újra, és viszik, de egyedül. És helyesebb lett volna, ha így énekelték volna az első éneket, magamban bíztam elejétől fogva. Vagy talán azok közé tartozol, akik a baj esetén úgy tisztes távolból bizalommal kiáltanak Jézushoz. Szívesen elfogadnak tőle valami segítséget. Amikor a gyermeket balesete történt, amikor a párod kezdett kimaradozni, amikor először esett ki a gyereked zsebéből injekciós tű, amikor először vetted észre magadon a betegség tüneteit, akkor jöttél és kiáltottál Jézushoz. De aztán elmúlt a baj, vagy megszoktad a rosszat, és mész tovább a magad útján nélküle. Vagy pedig a harmadik csoportba tartozunk már, akik ismerik ezt a visszatérést. Akiknek az első mindig Jézus. Az, akinek az életüket köszönhetik. Mindenki és mindennek elé került. Akihez egészen természetes módon megyünk vissza. Mintha régi ismerős lenne. Pedig életében először térdelted az ember Krisztus előtt. De aki így megy vissza hozzá, azt ő mindig testvéreként fogadja. Hiszen ő első szülött lett sok atyafi között. Ő a mi legidősebb bátyánk, aki beprotezsál minket az atyához. Akiért minket is gyermekeiként fogad az atya. Ezzel a meghitt bizalommal lehet visszamenni, és hálát adni neki. Ismerős nekünk már ez az egészen természetes, belülről fakadó leborulás. Ezelőtt a nagy úr előtt. Így telt el ez az esztendő, hogy ezzel kezdődött minden reggel, hogy így fejeztünk be minden napot, hogy neki köszöntük meg, amit ő adott. Ismerős az a fajta dicsőítés, ami mindig ott zeng az ember szívében, amivel a beteg ágyon is tudtuk őt magasztalni, még a ravatal mellett is őt tudtuk imádni, a műtőasztalon őrá bíztuk magunkat, a bizonytalanságban, nehéz döntések előtt, reménységgel, szinte-szinte valami szent kíváncsisággal néztünk rá, hogy mutatja meg újra az ő szabadító hatalmát, mert ő nem utálta ezt a leprás világot, és a mi nyomorult leprás életünket, hanem egészen közel hajolt hozzánk, betegségeinket hordozta, fájdalmainkat viselte, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. Hiszed te ezt, testvér? Ha Jézus megállapíthatja rólunk, hogy kelj föl, menj el, a te hited megtartott téged, akkor ahhoz feltétlenül hozzátartozik. Ez a nagy belső szabadság, az Isten gyermekeinek ez a semmivel össze nem hasonlítható gazdagsága, ez a fajta békesség, és az, hogy mindig, mindenben tudjuk dicsőíteni őt, és leborulva imádni. Ó, de más, ez a Jézussal való állandó, bensőséges kapcsolat, mint az, hogy tisztes távolból kiabálunk hozzá, különleges baj esetén, mint ahogy ez a 10 leprás tette, és mint ahogy sokan mások is teszik. Egyikük azonban, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és hangosan dicsőítette az Istent, arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Isten igéje azt kérdezi, hogy
Nem akarod ma este megtenni ezt az utat? Visszatérni ő hozzá, leborulni előtte, és hálákat adni neki. Nem csak ezért vagy azért, hanem ő érte. Azért, hogy ő van, azért, mert ő a világ ura, azért, mert egyedül ő Isten, mert ő benne áll fenn az egész világ mindenség, és ő mérhetetlenül szeret, azért, mert karácsonykor kicsi gyermekként közel jött hozzánk, hogy el ne vesszünk, hanem legyen lehetőségünk arra, hogy higgyünk ő benne, és ez a hitünk minket megtartson, azért, mert kijelentette magát, azért, mert ismerhetjük, és rábízhatjuk az egész világnak a jövőjét, és a magunk és szeretteink sorsát is. Visszamenni hozzá, leborulni előtte, és hálákat adni neki. Testvérek, ezen az igén keresztül néhány nagyon éles kérdést intézett hozzám az én Uram. Én ezekre tegnap és ma válaszoltam. Hadd mondjam ezeket a kérdéseket olyan élesen tovább, mint ahogy ő tette föl nekem. Ki neked Jézus? Csak tanító, mester, ahogy ők megszólították, vagy pedig Isten, akit leborulva imádni kell? Ki neked Jézus? Mire kell neked Jézus? Gyors segélyszolgálat különös baj esetén, aztán mehet? Vagy pedig valóban ő az életünk ura, aki előtt ott térdelünk szüntelenül, átélve ennek a kiváltságát, és azt a jó ízt, ami már az örökké valóságnak az előíze. Mire kell neked Jézus? Mennyit ér neked Jézus? Ér-e annyit, mint a 9 jó barát? Ne haragudjatok, ha így kérdezem. Ér-e annyit neked Jézus, mint a haverok? Vagy többet, kevesebbet? Ez az ember ott hagyta a haverokat Jézusért, mert azok nem Jézus felé vették az irányt. És ő már mindenestül Jézushoz kötődött. Néha ilyen szakítások következnek abból, ha valakinek az életében csak ugyanúgy lesz Jézus. Mikor szoktad őt keresni? Igaz-e az, hogy szüntelen imádkozunk? Vagy pedig csak ilyen segélykiáltások hagyják el az ajkunkat? Milyen messziről szoktál hozzá kiáltani? És miért nem akarsz hozzá visszamenni? Ezt az estét azért ajándékozta nekünk a mi Istenünk, hogy ma este bármelyikünk megtehesse ezt az utat. Egy pedig visszatért és hangosan dicsőítette az Istent. És ez az egy találkozott igazán Jézussal. Ez az egy került igazán Isten közelébe. Neki gyógyult meg az egész élete. Nem csak egy problémája oldódott meg, az élete gyógyult meg. Ma este nem mi kiáltunk, ma este ő kiált. Közvetlen közelről. Ma este Jézus hív minket, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. És ó, de sokaknál látom, hogyha valaki így találkozik vele, leborulva imádja őt, és fölismeri benne élete urát, és attól kezdve nem csak a szája mondogatja, hogy Uram, hanem Úrnak tekinti, és úgy él, az még ha beteg marad is, boldogabb lesz, mint az egészségesek. Az, ha ezek után is egyedül marad, tartalmasabb és teljesebb életet él, mint sokan mások, és arra van gondja, hogy hogyan kedveskedjék az Úrnak, annak kimeríthetetlen erőforrás, örömforrás, békességforrás lesz ez a Jézussal való közösség. Milyen lelkülettel jöttünk ide? Úgy, mint a 9, vagy úgy, mint ez a 10.
és milyen lelkülettel megyünk haza. Lehet-e rajtunk változtatni? Akarunk-e változni? Egy pedig visszatért. Bármelyikünk lehet ma este az, aki visszatér, aki talán életében először leborul előtte, val neki, életében először megköszöni azt, amit tőle kapott, megköszöni a legnagyobbat, a bűnbocsánatot, amit a kereszten adott, dicsőíti őt a keresztért, ott, ahol látszólag a legnagyobb volt a gyalázata, és ahol mégis a legnagyobb volt a dicsősége, és aztán él vele, általa, mások javára. Megvalljuk, Urunk, hogy nem sokat dicsőítettünk téged az idén, annál többet dicsekedtünk. Nem gyakran aláztuk meg magunkat előtted, annál szívesebben megaláztunk másokat. Megszoktuk, hogy elfutunk az ajándékaiddal, mi vagyunk azok, akiknek semmi sem elég, akik mindig tudnak követelőzni, akik mindig tudunk mondani neked valamit, amit másnak adtál, és nekünk nem, akik jogosnak érezzük az irigységünket, a felháborodásunkat, és akiktől olyan keveset, vagy talán semmi igazán tisztát és jót nem kaptak mások. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Köszönjük, Jézus, hogy szabad hozzád messziről is kiáltani. Köszönjük, hogy aki hozzád kiált, azt te mindig meghallod. De bocsáss meg, hogyha mi is tovább mentünk nélküled, miután meghallgattál. Szeretnénk most visszakéreckedni hozzád. Szeretnénk megpróbálni, meghajolni előtted. Szeretnénk leborulva dicsőíteni téged. Valljuk, hogy te vagy az Isten fia. Áldunk téged azért a nagy szabadításért, amit a kereszten szereztél mindnyájunknak. Bocsáss meg, hogy nem élünk vele. Támaszd a mi szívünkben most ne csak vágyakozást, hanem döntést. Adj nekünk hitet, amelyik mindjárt lép is. Segíts, hogy még ma este félretegyünk mindent, ami tőled elválaszt. Őrizd meg a halogatástól, a gyávaságtól, a kételkedéstől. Legyen erősebb számunkra a te mentő szereteted vonzása ennek a világnak a csábításánál. Élni szeretnénk, Urunk, és meggyógyulni minden lepránkból. Köszönjük, hogy benned semmi akadálya nincs ennek. Nem szeretnénk, ha magunk lennénk az akadály. Könyörülj rajtunk. És kérünk, hogy segíts vallani most, és dicsőíteni téged ebben a csendben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.